Sziasztok! Eddig is voltak a csatornán terméktesztes videók elvétve, viszont arra gondoltam, hogy elindítok egy sorozatot, Teszteljünk néven, amiben egy-két havonta összeszedek 3-4, esetleg 5 darab sem terméket, és így csokorba gyűjtve mondom el róluk a tapasztalataimat. Az az igazság, hogy úgy vettem észre, hogy ezek az egy adott termékről szóló terméktesztes videók nem igazán érdekelnek titeket, vagy hát biztos megvan ennek is a célközönsége, viszont a statisztikák alapján nem ezek a legkedveltebb videók, viszont mindenképpen szeretnék így néha update-elni úgymond a shopaholic videók után, hogy mi az, ami nekem bevált, mi az, ami esetleg nem, és ezért gondoltam erre a típusú videóra. Vágjunk is bele, és kezdjük az egészet egy szemhúder palettával, méghozzá a Kylie Cosmetics The Burgundy palettájával. Na már most, amikor Németországban nem szállít a Kylie Cosmetics, úgyhogy én ezt Magyarországra az anyukám címére rendeltem meg, és ő továbbította nekem. $42 kerül a paletta, és hát az körülbelül ilyen 11.000 forint, és 9 darab 1,4 g-ot nyomó szemhéjpuder található a palettában. Nem tudom, hogy ezt titeket így érdekel-e, én mostanában elég gyakran oda szoktam erre figyelni, hogy hol készül az adott termék. Ezt a palettát elvileg az USA-ban állítják elő, és hát a maga kis 11.000 forintos árával ez számomra már a high-end kategóriába tartozik. Amikor megrendeltem ezt a palettát, akkor nagyon-nagyon elvarázsoltak a színek, ugye itt van középen a burgundy szín, és e köré épül a többi szín is, ami ehhez passzol. Tényleg szerintem nagyon szép sminkeket lehet vele készíteni nappalra és alkalomra is. Most is ezzel sminkeltem, már csak azért is, hogy egy kicsit felelevenítsem így az emlékeimet a szemhéjpuderek használatával. A paletta hátulján, most így kivilágítottam a szemöteket, de mindegy, de hogy itt megtalálhatóak a szemhéjpuderek nevei. A csomagolás, kezdjük ezzel. Nekem maga ez a szemes motívum, ez tökre tetszik rajta, viszont a csomagolás nem tükrözi a paletta árát. Ez egy olcsó kartonpapír, vagy én nem is tudom milyen papír, mágneses zárral. Nekem innen belülről a Kylie felirat helyett nagyon-nagyon hiányzik egy tükör, már csak azért is, mert mivel ennyire kis picike ez a paletta, tök könnyen lehet így kézben tartani, és így sminkelni vele. És ebben az esetben oda mindenféleképpen kellene egy tükör bele, viszont úgy láttam, amikor megnéztem a paletta árát a webshopban, hogy a mostani kiadásban már van tükör. Hogyha ez így van, akkor én sajnálom, hogy ezt régebben vettem meg, és tükör nélkül van. Minden esetre, igen, ez szerintem egy hátrány, illetve maga a csomagolás is, mert szerintem nem kelt minőségi érzetet. Minden esetre utazáshoz szerintem praktikus lehet, habár, amit így nagyon hiányolok a színek közül, nincsen egy matt bőrszín. Én ugye ezt szoktam használni mindig az élek elfüstösítésére, az élek eltompítására, úgymond, illetve a felvitt szemhéjalapozót is ezzel a matt bőrszínnel szoktam mindig fixálni, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon hiányzik a palettából, viszont utána ilyen átmeneti színek is vannak benne, amivel utána el lehet ezt mélyíteni, arra is van benne megfelelő szín. Mozgó szemére is lehet bőven találni benne alternatívát, úgyhogy utazáshoz én el tudom képzelni. Igen, összességében a szemhéjpuderek pigmentáltsága szerintem jó, nem ez a legkiemelkedő pigmentáltságú szemhéjpuder palettám, viszont ott van az élmezőnyben. Ami negatívum számomra, hogy porzik a paletta, vagy hát szinte minden szemhéjpuderrel ez volt a tapasztalatom, hogy oda kellett figyelnem rá, mert leesett ide felvitel közben a szemhéjpuder, ami annyira nem nagy probléma, vannak már ugye erre is megoldások, ezt ugye utána egy nemes mozdulattal, egy pudrecset segítségével többnyire le lehet söpörni. Viszont a színeket szerintem nem lehet annyira szépen elsatírozni. Nem mindent, de például nekem a sötétebbel, illetve magával ezzel a burgundy színnel is az volt a problémám, hogy miközben elsatíroztam, a szín nagyon-nagyon sokat vesztett az élénkségéből, ami ugye nem lenne annyira vészes, mert lehet pótolni ezt a színt, és ezzel az intenzitást viszont mindig felvinni, utána megint elsatírozni, megint elveszíteni a szín intenzitásának a felét, az egy kicsit macerás, legalábbis számomra.
Nem használom olyan gyakran ezt a palettát az említett problémák miatt. Van ennél jobb minőségű szemhéjpuder palettám, ami után szívesebben nyúlok. Holott a színek abszolút szépek, most is ezzel sminkáltam, ahogy már említettem is. Például ezt a színt vittem fel a mozgó szemhéjre, ami azt hiszem, hogy a Dubai névre hallgat. És nagyon-nagyon szép színről van szó. Meg lehet tanulni vele sminkelni, lehet hozzá használni esetleg Fix Plus-t, azzal benedvesíteni a sminkecsetet, és úgy felvinni a színt, hogy jobban kijöjjenek a csillogó színeknek is a csillámai, vagy hát az intenzitása, a tündöklése, de szerintem ennyi pénzt nem ér meg. Én ezt a palettát nem venném újra, sőt, be kell, hogy valljam, hogy azon is gondolkoztam már, hogy esetleg eladom, viszont nem fogom megtenni, mert valahol mégis kötődöm ehhez a palettához, és tartok tőle, hogyha eladnám, akkor néha hiányozna. Minden esetre nem tudom, hogy tudom-e ajánlani, elmondtam szerintem minden negatívumát, ami engem zavart így használat közben. Ha nektek esetleg megvan ez a termék, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak vele. A következő termék szintén egy paletta, méghozzá a Kevin Okoado Neo Bronzer palettája a Sienna árnyalatban. Ez egy bronzosítót, pirosítót és highlighter tartalmazó paletta, ahogy látjátok, ilyen ombre átmenettel. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. A Beauty Bay-ről rendeltem meg. 51,50€ az ára most, ez körülbelül ilyen 15.800 forintnak felel meg. Amikor én megrendeltem, akkor 30% kedvezmény volt rá. Szerintem már csak ezért is érdemes feliratkozni a különböző webshopok, sminkes webáruházak hírleveleire, mert én is ebben kaptam az értesítést, hogy ez a paletta, amivel már előtte is szemeztem, akciósan kapható, és le is csaptam rá. 21 g terméket tartalmaz a paletta, ami tényleg rengeteg, nem is tudom, hogy mutassam, hogy a tükörrel közben ne tükrözzek be mindent, mert hogy ebben viszont van egy óriási tükör, így talán meg tudom mutatni, igen, itt látjátok is, van egy óriási tükör, nagyon minőségi érzetet kelt a csomagolás, és ehhez jár amúgy egy ilyen kis bársonytok is, amiben bele lehet tenni a palettát. Én emiatt tartom ezt is egy utazóbarát palettának, már csak azért is, mert van benne bronzosító, pirosító, highlighter, az arcomat most ezzel a palettával sminkeltem abszolút, és nagyon-nagyon jól lehet velem ezt a gyönyörű hatást elérni. Amit még mindenképpen el akartam róla mondani, hogy ez egy Kínában gyártott termék, ami egy kicsit fura volt számomra, minden esetre nem tulajdonítok neki ennek különösebb jelentőséget. Nem tudom, hogy a Kevin Okoa az egy állatkísérletmentes márka-e. A weboldalukon, vagy valamilyen internetes fórumon, mert utána olvastam, azt találtam, hogy igen, azok, viszont a PETA listáján nincsenek fent. És mivel ez egy Kínában gyártott termék, nem tudom, hogy csak a csomagolást gyártották a Kínában, vagy hogy magát a púdereket is. Kínában ugye minden ilyen kozmetikai terméket állatkísérlethez kötnek, ez törvényileg van náluk szabályozva. Úgyhogy ha esetleg erről van hivatalos információtok, akkor nagyon-nagyon megköszönném, nagyon örülnék neki. Nem csak is kizárólag állatkísérletmentes termékeket használok, viszont előnyben szoktam ezeket részesíteni. A Kylie palettához elfelejtettem mondani, hogy ezt is interneten találtam, ezt az információt, hogy Kylie Jenner válaszolt elvileg az egyik érdeklődő kérdésére, azt hiszem, hogy Twitteren, és ő azt állítja, hogy a paletta állatkísérletmentes, emellett a folyékony ajakrúzsok túlnyomó többsége vegán is. Ez a paletta, vagy hát ez a márka sincs fent a PETA hivatalos listáján, úgyhogy nem tudom, ezek számomra egy kicsit ilyen kétes információk, nem tudom, hogy ezt így el lehet elfogadni egyértelműként. Visszatérve ehhez a palettához, ahogy mondtam, a csomagolása tetszik, viszont ahogy így látjátok, tükröz egyrészt, másrészt iszonyatosan gyűjti az új lenyomatokat, úgyhogy mindig meg szoktam takarítani egy kis ablaktisztítóval, de mihelyest utána a következő alkalommal a kezembe veszem és használom, ez nem ért semmit, mert megint ugyanígy fog kinézni.
Amikor elkezdtem használni ezt a palettát, akkor egy kicsit csalódott voltam benne, viszont hozzá kell tennem, hogy ez a Sienna, ez egy meleg, korallos, árnyalatot tartalmazó pirosító, illetve a bronzosító is inkább egy sötétebb, meleg tónusú bronzosító, és a highlighter is egy kicsit sötétebb, és akkor még túlságosan világos volt az arcélem ehhez a palettához, viszont egy picit barnultam azóta, és most szerintem tökéletesen passzol. Maguk a púderek szerintem abszolút könnyen felvihetők, elég pigmentáltak, úgyhogy inkább azt tudom tanácsolni, hogy inkább építsétek őket, mint hogy egyszerre túl sok terméket vesztek fel az ecsetetekre. De könnyen átdolgozhatóak utána, tartósak, hogyha az alaptartós, hogyha az alapozó tartós, akkor ezek is ott maradnak a nap végéig, és egyszerűen jól néznek ki. Minden termék tartalmaz minimális csillámot, úgyhogy ezek nem matt termékek, aki azokat preferálja, annak ez sem fog tetszeni. Talán szerintem a highlighter a leggyengébb láncszem, ezt is felvittem most, és hát nem olyan, mint az én hűn szeretett Becca highlighterem. Minden esetre lehet használni, tudom így használni, és nem bántam meg, hogy megvettem, ezt tudom is ajánlani. És közben gyorsan rálesek a kis puskámra, hogy mindent elmondtam-e róla. Igen. A Kylie Cosmetics palettához még elfelejtettem említeni, de szerintem ezt már sokan tudjátok, hogy a Kylie Cosmetics oldalról rendelhetőek ezek a termékek, ha jól tudom, csak és kizárólag. A következő termék az egy Becca termék, nekem a Becca az egyik kedvenc márkám, ez pedig az Under Eye Brightening Corrector. Ami ez a világosabb szín, nem is olyan régen kijöttek egy sötétebb színnel is, nekem ez a világosabb van meg, ami az én bőrszínemhez passzol is, és ez 32 dollárba kerül, a Sephora.com-on vagy a Beautylish.com oldalról rendelhető meg, ez körülbelül 8300 forintnak felel meg, 4,5 g-ot tartalmaz a termék, és az USA-ban gyártják. Amit érdemes róla tudni, hogy érdemes kis mennyiséget felvinni belőle a szemek alá, mert nem tudom, egy ilyen krémes textúrája van, és utána, hogyha erre még felkerül alapozó, illetve egy másik korrektor és puder, akkor hajlamos begyűrődni a ráncokba. Úgyhogy kis mennyiséggel érdemes dolgozni, az is hatékonyan teljesít. Ennek a korrektornak az a különlegessége, megmutatom nektek, hogy ez egy ilyen világos rózsaszín, lazac színű korrektor, és olyan pigmenteket tartalmaz, amik segítenek abban, hogy ezeket a szürkés-barnás karikákat a szemek alól eltüntesse, vagy hát nem teljesen eltünteti, hanem ilyen fényvisszaverő pigmentek segítségével világosítja ezt az adott területet, és épp ezért halványítja ezeket a karikákat. Én ezt mindig az alapozó előtt szoktam használni, majd felkerül az alapozó, és hogyha éppen olyan napon van, hogy bizony ott vannak azok a fránya karikák még mindig, akkor a szemek alá még külön korrektort is szoktam felvinni. Pont ezért nem tudom azt mondani, hogy ez egy nélkülözhetetlen termék, mert nekem önmagában nem elég. Nem is szoktam mindig használni, mert reggelente, hogyha munkába sminkelek, akkor én igyekszem annyira lerövidíteni minden egyes lépést, ahogy időt nyerjek, amennyire csak lehet, és ez egy plusz folyamat, amit inkább ki szoktam hagyni. Viszont, hogyha ilyen alkalmi sminkeket készítek, vagy például most is, hogy elővegyem ezeket a termékeket, amiket beszerettem volna mutatni, és hogy egy kicsit felelevenítsem így az emlékeimet velük kapcsolatban, most is ezt használtam, és mint mindig most is lenyűgözött az, hogy mihelyest felütögettem, ugye gyűrűsújjal szoktam mindig ezen a kényes területen dolgozni, felütögettem, egyszerűen rögtön ott volt ez a tündöklő, fényes effekt, ami nagyon-nagyon szépen néz ki, és hogyha valaki esetleg nem szeret így sminkelni, csak egy kicsit itt a karikáit szeretné eltüntetni, akkor neki tudom jó szívvel ajánlani ezt a korrektort, annak is, aki amúgy szeret sminkelni, és szeret több terméket használni. Ahogy mondtam, nem nélkülözhetetlen, viszont hasznos tud lenni. Érdemes odafigyelni a kis mennyiségre, mert utána, hogyha begyűrődik, akkor az úgy nem néz ki túlságosan szépen. És a Beccáról, amit még érdemes tudni, hogy állatkísérletmentes termék, viszont állatkísérletmentes márka jobban mondva, viszont felvásárolta az Estée Lauder Group, és ők pedig nem azok. Én a Beccát azt ugyanúgy állatkísérletmentesnek tartom, attól függetlenül, hogy az Estée Lauder Grouphoz tartozik most már, ez mindenkinek ugye az egyéni döntése, hogy ő mennyire tudja ezt így elfogadni. És az utolsó termék ebben a videóban, hú, te jó Isten, mert elég régóta beszélek, az a Too Faced Born This Way alapozója.
ami 39 dollárba kerül, ez megközelítőleg ilyen 10.500 forint. A Sephora.com-ról lehet megrendelni. Amúgy a Becca terméket és a Too Faced alapozót itt Németországban a Douglas és a Sephora oldaláról is meg lehet rendelni, illetve ezeknek az üzleteiben, habár a Douglas üzletekben nem mindegyikben lehet Beccát és Too Faced kapni. Minden esetre online elérhetőek. 30 ml tartalmaz ez az alapozó, ami teljesen egy átlagos mennyiségnek számít. Kanadában állítják elő magát a terméket, ami számomra így érdekes volt, és 23 árnyalatban érhető el. Hogyha ez bárkinek is segít, akkor nekem a porcelain árnyalat van meg, ami egy kicsit fura, mert hogyha én ezt a nevet hallom, akkor egy ilyen nagyon világos porcelán szín jut eszembe, és ez egy inkább sárgás tónusú, hát én nem is tudom, közepesen sötét, vagy közepesen barna, vagy közepesen világos, mindegy, ez egy számomra egy közepes bőrszín, ami most tökéletesen passzol, kivételesen nevezzel sminkeltem, de ezt szoktam használni a hétköznapokban, úgyhogy nem kellett most felelevenítenem így a tudásomat róla. A Too Faced állatkísérletmentes márka viszont ez is az Estée Lauder Grouphoz tartozik. Az alapozóról, amit érdemes tudni, hogy olajmentes alapozó, kókuszvizet és hialuronsavat is tartalmaz. Egy közepes fedést, itt azt írja rajta, hogy közepes fedéstől felépíthető a teljesen full coverage fedésig. Én inkább azt mondanám, hogy közepes fedés, hogyha esetleg itt a kis pirosságok átütnek az arcáimon, akkor oda felszoktam vinni belőle egy második réteget, és tényleg jól építhető, viszont vannak ennél jóval erősebben fedő alapozóim, hogy úgy mondjam. Minden esetre szerintem ez egy abszolút jó alapozó így a mindennapokra, bár én sem mindig csak hétköznapokra szoktam használni, hanem alkalmakra is, mert főleg olyan termékkel használva, ami egy ragyogás kölcsönöz a bőrömnek, nagyon szeretem használni alkalmakra is, mert egyszerűen nagyon jól néz ki a bőrömön. Amit még tudni kell róla, hogy inkább ilyen félmatt, matt a finisa, én ezt annyira nem szeretem, úgyhogy ezért is szoktam hozzáadni olyan adalékanyagokat, úgymond, amitől egy ilyen sugárzó bőrfénye lesz, vagy olyan fixáló sprét fújok rá, ami utána ilyen hatást eredményez. Szeretem ezt az alapozót, nem mondom, hogy fejveszte rohannék érte, hogyha elfogyna, viszont örülök, hogy a kollekciómban van, mert szívesen nyúlok érte. Amúgy ilyen pumpás a kiszerelése, ami szerintem nagyon praktikus, könnyen kezelhető, a csomagolása abszolút minőségi üveget kelt, ez egy üvegcse, amilyen tejüvegnek mondják ezt szerintem. Hát ez a kupak egy kicsit ilyen gagyi műanyag, viszont egy fene elmegy, amúgy szerintem elegánsan néz ki maga ez az alapozó. A Too Faced híres arról, hogy feltűnő csomagolást kapnak a termékei. Én minden esetre örülök, hogy ez az alapozó ez kicsit ilyen visszafogottabb megjelenést kapott. A tartósága jó, viszont nekem ugye szemüveget hordok, szemüveget viselek, és az orromról elég hamar eltűnik emiatt ez az alapozó. Vannak olyan alapozóim, amik jobban ragaszkodnak a szemüveg ellenére is, például az Estée Lauder Double Wear alapozója, az tartósabb ennél, viszont erre sem igazán lehet panaszom. Szeretem ezt az alapozót, nem a kedvencem, nem a legeslegnagyobb kedvencem, viszont tényleg szívesen nyúlok utána. Igen, sikerült belesűrítenem 18 percben a mondandómat. Tényleg remélem, hogy mindent elmondtam, közben gyorsan csekkolom a kis listámat, amit felírtam magamnak. Szerintem a legfontosabb információkat megosztottam veletek. Ha tényleg bármiféle tapasztalatotok van az itt bemutatott termékekkel, akkor nagyon örülnék, hogyha megírnátok ezt nekem a kommentárban. Nyugodtan elmondhatjátok, hogy ti mit gondoltok ezekről a sminktermékekről. Remélem azt is, hogy tetszett nektek ez a videó így csokorba gyűjtve ezeket a sminkeket. Írjátok meg erről is nyugodtan a véleményeteket, hogy jobb lenne esetleg különálló videót készíteni, viszont szerintem ez így jobban kivitelezhető egy-két havonta egy pár termékről így egy pár percben, majd 20-ban elmondani a véleményemet. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók. Sziasztok!